Mennyit használják az autót, ingáznak-e vele külföldre vagy 60 kilométernél távolabbra, hány személyes a gépjármű, többek között ezek az információk is befolyásolják, hogy mennyit kell fizetni a jövőben a kötelező biztosításért. Míg korábban november volt a főszezonja a biztosítóváltásnak, az autósoknak már csak a negyede érintett ilyenkor. 2010-től ugyanis nem a naptári év, hanem a gépjármű megvásárlásának időpontja a biztosítási év kezdete. Az autóm kötelező biztosítását most már nagyon rendszeresen figyelem, mert egyszer befaragtam vele, és elmulasztottam az éves megkötést, és ugyanannál a biztosítónál aztán megduplázódott az ára. A kötelezőt általában nem szoktam figyelni, hanem minden évben a lejárat esedékességekor az interneten megnézem a legalcsóbb ajánlatot, és általában attól függően, hogy milyen értékek jönnek ki, újra kötöm a biztosítást. Minden évben figyelemmel követem a biztosítási díjak változását. Idén is, mondjuk nekem májusban van az évfordulom, de idén is váltottam, és ezzel 11 ezer forintot spóroltam. Érdemes tájékozódni, sőt szakértő segítségét is kérni, hiszen annak ellenére, hogy átlagosan 8-10%-os emelést ígértek a szolgáltatók, jelentős megtakarítást is hozhat egy-egy átkötés. Jelentős eltérések vannak biztosító és biztosító között. Van olyan év, hogy az egyik biztosító jelentősen vannak olyan ügyfeleink, akiknek akár 30-40%-kal is megemelték január 1-től a biztosításának a díját, viszont van olyan biztosító, aki meg épp csökkenti. Ez attól függ, hogy az előző évet megelőzően hogyan alakult az adott biztosítónak a kárhányada, mennyi kárkifizetése volt neki. Újdonság, hogy már nem kell felmondás, csak módosítás, ha valaki a régi biztosítójánál szeretne új, kedvezőbb konstrukciót kötni. Változás az is, hogy megszűnik a baleseti adó, helyette azonban belép a biztosítási adó.